Megnyílt az adventi vásár, elindultak a programok, felgyúltak az ünnepi fények, és persze fellobbant az első gyertyalángja is a város adventi koszorúján. Az ünnepi programokról is láthatnak tudósítást mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Pályaorientációs napot rendeztek a Kossuth gimnáziumban. A közgáz és a mezgáz végzős diákjainak ruhájára is felkerült a szalag. És játékos sport délelőtt rendeztek óvodásoknak a Tollas csarnokban. A Cengrédi Városi Televízió hétfői híradóját látják, jó estét kívánok! Szombaton este felgyúltak a városban a karácsonyi fények, és megnyílt a Ceglédi jégpálya. Takács László polgármester próbacsúszása után a jégördögök előadását láthatta a közönség, majd ezek után mindenki birtokba vehette a pályát. Sokan gyűltek össze szombat este a Szabadság téren. A közönség visszaszámlálva várta, hogy végre láthassa a csodálatos ünnepi fényeket. A polgármester köszöntő beszédében úgy fogalmazott, örömére szolgál, hogy újra itt lehet a csodálatosan feldíszített téren. Újra indul a Ceglédi advent, egy olyan időszak, ami mindenki életében úgy hiszem, hogy nagyon sok szép emléket fog az idei évbe is hozni. Ne felejtsük el, hogy az advent az a várakozás időszaka, amikor is karácsonyra a megváltó születésére várunk, és azon túl, hogy természetesen ebben az időszakban itt az adventi vásáron és a jégpályán is biztos vagyok benne, hogy a következő napokban, hetekben a zsibongásé lesz a hangsúly. De azért néha álljunk meg egy pillanatra, folytatta a polgármester, és gondoljunk családtagjainkra, szeretteinkre. A polgármester köszöntő beszéde után egy próbakört is csúszott a pályán, utána pedig a jégördögök előadását láthatta a közönség. A pálya mellett jégszobor is készült, a jégtömbből egy angyal alakot faragtak ki. Ezzel kezdetét vette a Ceglédi advent, ahol minden nap finomabbnál finomabb ételek és italok várják a kilátogatókat. Hétvégenként pedig koncerteken és programokon vehetnek részt az érdeklődők. A hétvégén fellobbant az első adventi gyertyalángja is a téren. Elsőként az evangélikus hittanosok és a Halleluja kórus műsora kísérte az ünnepi alkalmat. Beszédet az evangélikus lelkész Szlaukó Orsolya mondott. Úgy fogalmazott, sokszor az ember az ünnepeken csak úgy átrohan, és nem figyel arra, hogy ezek a vasárnapok mind-mind jelentenek valamit. Érdemes megállni és elgondolkodni, miről is szól valójában az ünnep. Az első gyertya meggyújtásával a Szabadság téren is elindult az advent, a várakozás időszaka. Advent, vagyis eljövetel. Az ünnep színe pedig a lila, a bűnbánat színe. Erről is beszélt Szlaukó Orsolya evangélikus lelkipásztor. A bőjt és advent, ez a két dolog, ami lila az egyházi esztendőben, azért, mert arról szól ez az adventi időszak, hogy az ember lelki lomtalanítást végez, lecsupaszítja a rossz dolgokat, a rossz gondolatokat, a rossz cselekedeteket, és így készül Jézus születésére. És a harmadik dolog, milyen hagyományaink vannak, őrizzük-e a hagyományainkat. Hogyha leülünk a családunkkal egy ebédlőasztalhoz, vannak-e saját dolgaink, kis mondatok, arckifejezések, egy-egy régi anekdota, egy-egy fűtszó akár, vagy egy dal, ami a mi családunknak, nekünk jelent valamit. Lehet, hogy másnak nem, de nekünk fontos. És mik azok az adventi hagyományok, amiket megőrzünk, amiket továbbadunk? Ezek mind nagyon fontosak. Mik ezek az adventi hagyományok? Elsőként az adventi koszorú. Nem tudom, tudjuk-e, hogy honnan ered. Az adventi koszorú Johann Wichern, egy evangélikus lelkésznek a tulajdonképpen kitalálása. Egy árvaházat vezetett Hamburgban, és nagyon szomorúak voltak a gyerekek ebben az időszakban, és szerette volna szebbé tenni az ünnepüket, és egy szekér kereket vitt be az udvarról, rátett 24 gyertyát, és ugye a gyerekek mindig egy-egy gyertyával többet gyújtottak meg, és várták az ünnepet, és látták, hogy fogynak a gyertyák, és tudták azt, hogy majd eljön a karácsony.
hagyomány kicsit megváltozott, de kiemelten fontos maradt. De fontos arra is gondolni ilyenkor, mit jelent nekünk, embereknek egyénenként az advent. Le tudjuk-e csupaszítani magunkat úgy, ahogy le kellene? Le tudjuk-e tenni rossz dolgainkat, gondolatainkat? Fogalmazott az evangélikus lelkész. Elindult az adventi hangverseny sorozat is. Hagyományosan elsőként a csíkszeredai Nagy István Líceum diákjai mutatták be ünnepi műsorukat. Beszédet Takács László polgármester mondott, úgy fogalmazott, évről évre olyan élményt, olyan csodálatos műsort hoznak városunkba az erdélyi fiatalok, amely méltó módon indítja ezt a szép időszakot. A Városháza is ünnepi díszbe öltözött, hogy elindulhasson ott is az adventi programok sora. 2001 óta ugyanis itt nyitja az adventi hangverseny sorozatot a csíkszeredai Nagy István Líceum műsora. Az ünneplőket Takács László köszöntötte. A polgármester elmondta, azért is különleges mindig ez a találkozás, mert lassan 100 éve annak, hogy nem ünnepelhetünk az erdélyekkel közös országban. De azt gondolom, hogy a lelkünk, a magyarságunk a szorosan kötődik és kapcsolódik össze, és nagyon sok mindent kapunk és tanulhatunk tőlük abba, hogy mi is a magyarság. Amikor mi itt az anyaországban sokszor már el is felejtjük, hogy milyen az magyarnak lenni, akkor ők ott, akik a határon túl vannak, mind tudják és értékelik azt, hogy milyen magyarnak lenni. A csíkszeredai Nagy István Líceum most is ünnepi hangversennyel készült. Az intézmény énekesei kórusa mellett a diákok hangszeres tudásukkal is elkápráztatták a közönséget. És persze a Városháza dísztermében is fellobbant az első adventi gyertyalángja. A Kossuth Gimnázium volt diákjai, orvosok, jogászok, műszaki és kommunikációs szakember is meghívást kapott az intézmény pályaorientációs napjára. Arról beszéltek a gimnazistáknak, melyek az általuk választott pálya szépségei és nehézségei. Így a diákoknak talán könnyebb lesz dönteni, milyen irányban tanuljanak tovább. A programon több egyetem és főiskola is bemutatkozott, a nagyvállalatok képviselői pedig a gyakorlati képzésről és a diákmunkáról adtak tájékoztatást. A végzős középiskolásoknak már csak néhány hetük van, hogy eldöntsék, milyen irányba tanulnak tovább. A választásban a gimnazisták komoly segítséget kaptak szombaton. Az iskola pályaorientációs napot szervezett. 18 helyszínen 5 egyetem mutatkozott be. Az egyik teremben például orvostanhallgatók beszéltek az egyetemi képzésről. Csinálni kell, hogy megtalálni a szépségét, és hogy ne parázzátok túl azt, hogy először nagyon nehéz és nem megy. A programon részt vett az oktatási hivatal szakembere és a gimnázium volt diákjai is, mintegy 50-en, akik az általuk választott szakmáról beszéltek. Ha az oktatási hivatalra gondolok, például az osztályvezető úrra, akkor ő elmondja, hogy az a felület, amin februárban majd jelentkeznie kell, hogy működik, mit nem szabad eltévesztenie, ez óriási dolog. Hogyha a volt tanítványokra gondolok, akkor pedig ők a hétköznapi nyelven elmondják, hogy azon az egyetemen miért jó tanulni, mire számíthat, nem lesz rossz választás, vagy kisebb az esélye rossz választásnak, azt gondolom. Informatív, hasznos volt a program, ezt mondták a diákok. Mindenki eldönthette, melyik tájékoztatóra akar beülni. Sok diák érdeklődött a jogi pálya, a közszolgálati hivatás és a média iránt. Hogy mi érdekel, szerintem leginkább az informatika és a média, hogy pontosan mi szeretnék lenni, arról fogalmam sincs. Igazából ez a nap szerintem arra jó, hogy aki nagyjából tudja, hogy milyen irányba szeretne menni, az kaphat egy kezdőlöketet, hogy pontosan az jó döntése lehet, vagy nem. Vagy akinek még nincsen kialakulva ez az elképzelés, hogy pontosan mi szeretne lenni, az meg lehet kap egy kis segítséget. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy érdekeljen benneteket az, amit akartok csinálni. Az egyetemi képzés mellett a közösségi életről is sok információt megtudhattak a gimnazisták. A Műszaki Egyetem tájékoztatóján arról is szó volt, miért jó kollégistának lenni. Én azt ajánlom mindenkinek, aki BME-re jön, főleg a gépészkarra, az legyen kollégista. Ez egy tévhit, hogyha azt mondják, hogy aki kollégiumba megy, az elkanászodik. Ez mindenkinek a saját dolga. De a közösségi élethez hozzátartozik a kollégiumi élet. A pályaorientációs napon a 11-12. Évfolyamosoknak kötelező volt a részvétel, de az alsóbb évfolyamos gimnazisták közül is sokan úgy döntöttek, meghallgatják az előadásokat.
A Ceglédi járási ügyészség gyorsított eljárásban többrendbeli lopás büntette miatt állította bíróság elé azt a férfit, aki 6 nap alatt 5 családi és hétvégi házat tölt fel Cegléden. A bűnügy gyanúsítottja egy ceglédi férfi nyáron szabadult többéves büntetéséből. Október végén Cegléden hétvégi házakat, épülőfélben lévő családi házakat szemelt ki. Kihasználta, hogy a környéken semmiféle mozgás nem volt. Ajtókat, ablakokat tört és feszített be, majd bement a házakba, azok melléképületébe. A férfi ellopott mindent, ami szerinte értékes volt. Szerszámgépeket, háztartási gépeket, gyúkokat. A férfi 6 nap alatt 5 helyről lopott volt, ahonnan több mint 100 000 forint értékben. Az egyik házból csak 100 000 forintot érő dolgokat vitt el, azonban az ablakkeret befeszítésével 150 000 forint kárt okozott a ház tulajdonosának. A ceglédi rendőrkapitányság nyomozói november 2-án elfogták és őrizetbe vették a férfit, aki letartóztatásba került. A ceglédi járási ügyészség több rendbeli lopás büntette miatt gyorsított eljárásban állította a bíróság elé a gyanúsítottat. A ceglédi járásbíróság 3 év fegyház büntetésre ítélte a vádlottat, aki továbbra is letartóztatásban maradt. A bíróság ítélete nem jogerős. Összesen 182 végzős diák ruhájára került fel a középiskolai évek végét szimbolizáló selyemszalag a hétvégén. Pénteken az egészségügyi és mezőgazdasági, szombaton pedig a közgazdasági iskola tanulói mutatták be gyönyörű táncaikat a közönségnek. Pénteken este 84 mezgázos fiatal élhette át a középiskolás évek egyik meghatározó mozzanatát, a szalagavató bált. A végzősök az alsóbb évfolyamos diáktársaiktól kapták meg a 2 évszámmal díszített selyemszalagot. Az évszámok az iskolában eltöltött időt, a felvételi és a ballagás idejét jelzik. A diákokat az igazgató Bácskai József köszöntötte. A feltűzött szalag egy jelkép, melynek több üzenete is van számotokra. Egyrészt az iskolás évek emlékeit hordozza, büszkeség és megtiszteltetést ezt hordani. 3-4 évvel ezelőtt léptetek be az iskolába. Ez a kis szalag emlékeztesen az itt töltött évekre, az itt elsajátított ismeretekre, amelyek a szakmátok alapját és tudásotok legjavát jelentik. A diákok már hónapok óta készültek az estre, hogy minél szebb keringőt mutassanak be a közönségnek. Ez a hétvége sokat jelentett a közgazdasági és informatikai szakgimnázium végzős tanulóinak is, hiszen szombaton az ő ruhájukra is felkerült a szalag. A fiatalokat az igazgató Imréné Lukácsi Ildikó köszöntötte. Hogy a diákjaink a közgazdas évek alatt megízlelik a munka örömét, az alkotási izgalmát, és sikerül megtaláljuk azt, amit szeretnének csinálni. Az itt lévő diákok imád 4-5 éve dolgoznak, tanulnak ebben a szellemben. A mai szalagavatón ünnepeltjei ti vagytok, kedves nézősök, a mai este csak rólatok szól, azért vagyunk itt, hogy benneteket ünnepeljünk. A beszédek és a szalagtűzés után a diákok szebbnél szebb ruháikban mutatták be keringőiket. A református óvodásoknak és kisiskolásoknak tartottak játékos sport délelőttöt a Tollas csarnokban. A Bátori utcai, a Posta utcai óvisok, valamint a körös-tetétleni gyerekek vettek részt a bajnokságban. A kicsik 6 versenyszámban mutathatták meg ügyességüket, a feladatok mindegyike kapcsolódott a tollas labdához. A legjobban teljesítő csapatok fürdőbelépőt és kalandparkbelépőt kaptak. Lelkesen betették magukat a feladatokba a gyerekek szombaton az óvis bajnokságon. A játékos délelőtöt a református óvodásoknak és az általános iskola 0. évfolyamos kisdiákjainak szervezték, immár 6. alkalommal. A csapatok ügyességüket és gyorsaságukat mérték össze. Ebben az évben a Bátori utcai tagovoda sportfelelőse Magyar Károlyné, aki összeállította a feladatokat, illetve még Ecser Mária, aki segítette ebben, és tulajdonképpen a helyszínhez méltóan tollaslabdát is használunk a feladatokhoz. A gyerekek minden feladatban ügyességük legjavát nyújtották, minden versenyszám után izgatottan várták, hányadik helyen állnak. Futni kellett, és fel kellett venni a tollaslabdákat, és bele kellett dobni, és akkor vissza kellett futni, és akkor pacsit kellett adni.
Láttam, hogy nagyon szépen szerepeltetek. Hanyadikak lettetek ebben a versenyben? Második. A csapatoknak természetesen szurkoló táboruk is volt. A szülők transzparensekkel buzdították a kicsiket. A verseny végén persze nem maradtak el a jutalmak sem. A legjobb csapatnak a strandfürdő belépő a jutalom, de kalandpark belépőt is nyernek majd a második helyezett, aztán a harmadik helyezett a ceglédi strand, úgymond az uszoda belépőjét, és akkor a negyedik helyezett pedig most egy ugrálóvár lesz. Az ovis bajnokság igazi kikapcsolódás volt az egész családnak, még jobban összekovácsolta a gyerekeket és szülőket egyaránt, így a tervek szerint továbbra is szerveznek majd hasonló programot. A kicsik bizonyára óriási élményekkel tértek haza, talán később a csarnok rendszeres látogatói is lesznek. Ezek voltak legfrissebb híreink, friss hírekkel holnap is jelentkezünk, viszontlátásra!